Sziasztok, üdvözlök uram mindenkit a mai videóba, és mi jól lássátok, hát Saints Row videóval jövök nektek, ami eredetileg nem ilyen formában jött volna ki, de azt kezdjétek, hogy egyetre szenvedek az, hogy feltöltsem végre a YouTube-ra, és a sikerül is, hogy olyan fél sikerekkel jön össze, tehát azt is lehet mondani, hogy lefagy a közepétől. Azt így nem tudom, hogy mi van, tényleg nem tudom, de akit érdekel a dolog, a linket leteszem, ott meg tudjátok nézni azt a streamet, ami egy és fél óra volt a játékból. A Twitch-en ugye, ott működött. És most gondoltam visszajövök és egy kicsit játszani fogunk. Megnézzük, hogy mi van. És elmondom itt is a dolgokat, és ugye a streames verziót, tehát a Twitch-es verziót elnézést, azt lehet feltenni tőle, amikor már lehetségessé válik, mert jelenleg nagyon nem tudom feltenni a Twitch-es verziót. Na! Ez jó az Isten volt. Ezt én csináltam. Na. Tehát, mint jól lássátok, itt a karakterünk, akit még a korábbi streamben, amit régszerűen a játékról láttatok, ugye még a kezdő misszión, jutottunk ebből a úgymond világból. Ugye most már annyi változott, amit egyébként nagyon jól láttatok, hogy egyébként másruhában vagyok, így a töltő mi a francét ügyéskedik még mindig egyébként, ezt csinálja nem tudom mióta. Nem tudom mi van. Na tehát, amit jól láttok, hogy változott a karakter is egy kicsit, ugye ruházatilag is, meg mindenek, ugye azért van ez, mert nagyon kökényadtam a játékkal, tehát azt kell mondjam nektek, hogy szinte, hát nem az egészet, de jó része adtam a játékkal. És így ilyen van a szuper képességem, ugrálni tudok a cuccokon, úgy korábban ezt nem tudtam. És vannak ilyen esztrémításaim is, ugye megmondom nektek pontosan miről beszélek. A powernél ugye ezek tartóak, amik itt láttok. És még ugye hiányzik három erő. Igen, az hiányzik. Ha már így elkezdtük a játékot, akkor kicsit, aki nem látta volna a játékot, megmondom nektek, hogy mi hogy néz ki, ugye ez a térképünk. Ami egyébként azt hiszem egész nagy, de az van, hogy ekkora térképpel rendelkezünk, hihetetlen egyébként. Ugye ez zöld az mi a mi területeink, és ezek nem a miénkék. Ezt kell tudjátok, nagyon érdekes módon van ez megoldva. Vannak a küldetések, amiből egyébként úgy voltam vele, nem fogok fő küldetést vállalni, így kicsit megpróbálom, kicsit. Ezeket teljesíteni, ugye Christmas azt nem fogjuk, mert az ugye megvan. Például ezt be is jelölöm, és ezt fogom megcsinálni. És hát itt lássátok, ugye lássátok, így nézünk ki, és ez a mission-t is meg is kaptuk. És nem tudom miért fut. Na, tehát, na, jól lássátok, így vagyunk, azt oszpotot fogjuk megcsinálni, itt a rendőrség is, ami szeret üdvözni, és most többször be fog jönni ez a nálam a kezdő felület, így most elnézést, lehet, hogy így le fog állni a játék nálam. Még kell menni az oszpotig, ami egész távol van, és most megint bejött, hát, ijetetlen egyébként, ijetetlen, és nem tudom lestoppolni sem. Tehát ilyenkor azt lássuk, hogy egyszer nem... Nyitom a karaktert. Ott a Dimitrix-esik? Oj, megint bejött a képernyő. Ez zseniális! Na jó, ezt... Ezt vagy le kell küzdeni, hát ez már engem bolondít. És megint bejött! Hát ez zseniális, emberek! Jaj, hogy nem lássátok. Kár, hogy nem lássátok egyébként. Ez a kezelfet mindig bejön. Ezt a jelbe összegyűjtöm. Itt tudunk ugye futni egyébként. Több képesség is van, amit egyébként be fog mutatni itt a missziók során nektek jobban. Ami fontos, úgy álltok, a játék eladásával nagyon sok autót is tudunk szerezni, ugye ezek példára. Például a szobort el kéne pusztítani. Van itt egy szobor? Látom, van itt egy szobor. Ó,
Hol ez a szobor? Autospot, ne na, azt nem tudom megcsinálni emberek, az nagyon izé misszió lesz. Igen, váltok, autospotot nem fogunk felszabítani, nem baj. Inkább ez. Például mi lássátok ezt a képességet? Be a vízbe is. És át tudunk így menni minden. Egyébként rá szisztem, azt megcsináltam. És ugye vannak a főmissionok is. Egyébként... Na jó, köszönöm szépen végre. Egyébként még autó se kell nagyon nekem, egyébként autót simán tudunk ívni. Új, itt a katonaság. Jól látom? Itt a katonaság. Itt a Mr. Katonaság! Hello, katonaság. Üdvözöllek, hogy látlak titeket. Egy autót... Egy autót vázsok saját magamnak, ha nem baj. Egyébként itt nagyon sok menüpont van. Ugye van a muzik, amit én nem fogok betenni ebbe a videóba, hogy ne legyen ebből probléma. De itt van a telefon is. Itt a pénz, enter. Jó, fom. Ívjuk egy autót magamnak egyébként. Ez jó. Na, lássátok, autóvezetés is van a játékban, nem is kicsi. Hogy fog én átmenni? Én kérdezem magam, hogy itt mi sorompok vannak, és... És nagyon ingerékenyül reagál általában... Ezekre nagyon... Tehát tudunk ilyen autókat tuningolni a játék kapcsán, és hát elég érdekes autók jönnek ki, például mind ez is, nézzétek milyen érdekes tuningot kapott. Egyébként ma a játékról beszélek egy kicsit, ugye ezt sztoriról is fogok rátérni a részben. Hogy miért üdöztök engem? Én kérdezzem titeket. Tehát maga a jármű tuning az olyan érdekes, ugye bármit behozunk, bármit itt tuningolhatunk, és ilyen csodás alkotásokat tudunk létrehozni. Ami egyébként nagyon erősek, tehát például van Nitro is. És hát játékmenetileg egyébként, amit jól láttok, hogy diszegetél, tehát nagyon hasonló a GTA vonalhoz egyébként maga a játék, tehát nagyon GTA vonalas. Tehát, egy nagyon GTA vonalas játékról van, szóval egyébként lehetőségileg, aki esetleg nem látom azt a streamet, hogy már régóta ugye, azt kell tudja, hogy nagyon sok van, tehát tudunk így rendbontást csinálni a városban, tehát ez is simán lehetőségünk van. Amelyet persze merékezés is végzünk, és ilyenki egyébként nagyon nem zaklatnak minket a rendőrök, ha nem ügyéskedünk. De például itt most ölnék embereket, jönnének. És például ott van a üldözési szint, amit nagyon fontos említem, hogy azokat elérjük, onnantól nem üldöznek, hanem küldnek nekünk egy nagy szörnyet. Akinek egy feladata van, az nagyon egyszerű, az, hogy minket így mond megsemmisítsen és megöljön, akkor ezzel buktuk se az egészet. Oh my god, ne... Most akkor milyen rosszába megyek? Pont őket nekem. Hoppa, tudta meg. Miért kellett a kocsimból kimozdítsatok? Nem azért mondom. Ugye vannak erőink is, amiket így tudtok megnézni, de én aztán váltok erőtípus, mert ez így nagyon nem tetszik nekem. Jobb a tüzet kapjuk inkább. És miért látott? Nem nézzük, hogy meghalok emberek.
Jó, ez most menekülés, most egy kicsit nem bánnátok, mert... Bocsánat! Ez hihetetlen, komolyan. Kéne életet szerezzek, és... Most már fejezzétek már be, te idióták, akik ott lőnek. Kell nekem az életerő. Nem tudom, hogy limitáltam őket. De most... Most ő elfutok, hogy ne üdvözzenek. Kocsim azért meg semmi süt, hogy láttátok. Ó, és egy milyen bágottan az könyörülöm. Ugye tudunk ki épedeken egyébként. Van egy olyan képesség is, ami repülése is enged. Most a zsók le kéne rólam szálljanak, ha jól veszem észre. Jó, leszálltak. Tehát igen, mi ezt tudjuk tenni, egyébként mi láthatok, vannak ilyen mellékmissionök is, amiket mi fogunk csinálni, komplet rész, arra fogok rámenni. És meg lesz a missionünk, ha jól vettem ki a sztorit. A fegyverből többet tudunk választani, a fő a fegyverboltokba lehet megnézni ezeket a dolgokat. Kéne egy autó szerintem ez a célhoz. Go find another way home. Ez milyen hangok vannak körémes háttérben? Ismét ugyanaz a jelenet van, mint jól lássátok, programülyéskrik velem egyébként. Valószínűleg én még itt meg fogok állni valamiért pásztor, mert be fogja adni a program. De elmünk a versenyre, ugye... Á, nem tudom ilyenkor kocsit irányítani. Nem jó. Meg ezt meg kell válnom, hogy venjen vémet, ez így nem jó emberek, hogy... Mikor elhiszem a karakterfelt az irányítás, képzétek el, na mindegy. Tehát ugye elmegyünk. Most kicsit beszélnék a főmissziókról nektek. Ah, ne üldözzétek rendőrként, most már nem lehetne békén adni engem. Tehát kicsit beszéljünk a főmissziókról, amik ugye a játékban léteznek. Ott van egy nagy dömböcske. Tehát, hogy beszéljünk kicsit a missziókról, ugye van a fősztori vonal, amit egyébként vittem is, és ami részben ugye nem visszük, de van a fő, amikor te ülényeken alcolunk, meg embereket szabadítunk ki, meg vannak vicces mellékküldetések is, például ez az a, amit jól ismerettek, volt egy karácsony is, amit én nem láttam nektek be, az nagyon vicces volt, meg volt egy ilyen, hát felnőtt város is. Itt futnom kell, ha jól láttam észre, bonzét, és ez lesz a vége a küldetésnek. Igen, igen, ezt nem is tudom még. Mi sok időre megy. Időre fut. Ugye ilyenkor az van, hogy leültnek, aztán nézhetem magamat. Ugye a fánbuszokat szedem össze. Ez ugye tudom aktivizálni a... Than the Concord. Factor. Zseniális, ugye? Hát szerintem lesz szerintem ez a futással egyébként. Hát
egyébként nagyon DC Universe-es aláson is a gyorshajtóként, de maga játékban van ilyen egyébként, ezt kell tudjátok, hogy játékban van ilyen. Á, el fogom bukni a missziót a francba. Menj fel! É! Menj már fel! Tökéletes. Megvan a mission, ez a lényeg. És amikor ugye letesz minket, és egy ilyen képernyőt ad ki, zseniális egyébként. Zseniális, meg is vagyunk. Nagyon jó. Azt mondom, ez a mission akkor meg van csinálva, nem? Akkor ez le van tudva, ugye? What? Oh right, there's a patrol that needs taken out. Menjünk a Sundán. Egyébként a sztoriról annyit mondjak még nektek az ételmet erről, tényleg illik tudni valószínűleg. A sztori szempontjából mi az amerikai elnök asszony vagyunk. Ugye elnökök vagy asszonyt választottunk a karakternek, és mi elnökök vagyunk. És hát ülények megtámadják úgymond a mi bázis, mi álmunkat, Amerikát. És mindenkit bezárnak egy ilyen virtuális valóságba, amit épít a jóra mindig meg is fogjátok látni, hogy miről beszélek. Bezárnak, és hát végig az a feladatuk, így győzzük le a csávót, aztán legyőzzük, és mi leszünk a főnökök. És visszaverjük ezt az egész lázadást, mert mi a menekül ajon vagyunk egyébként a sztori szerint. És ott látok egy szobrot, amit jó lenne elpusztítani. Hol vagy? Ezek a szobrot nagyon sokat élnek, ha elpusztítom egyébként, ezért is tudom, hogy... nem pusztult el ettől. Ugye más fegyverkkel. Jó, megmenekülünk egyébként, mert bemegyünk a jóra, és ország akkor véget ér a mission. De... a jóra menjünk egyáltalán, mert astomba kell menni. Jaj. Itt le kell rázni a zsorukat egyébként. És ugye erre is van egy módszer, amit jól tudom, meg is tudok nektek. Egyébként a játék nagyon sok csalási módszerei vannak, amikre rájöttem. Például bejön, hogy... Godi. Abba az esetben visszamegyek. Miért üdöznek a zsorok? Jaj, azok üdöznek. Tökéletesére kell segítséget írni egyébként. Ugye magam is el tudom intézni, de úgy vagyok ívok, segítséget nézzetek meg. Ilyen ugye itt vannak embereink, akikkel tudnak nekünk segíteni. Én vízbe ívom a mézes kalácsot. Gonosz misszióban volt, egy gonosz karakter volt. Ő segít nekünk majd. És... nem ad semmit a tűznájuk. This never stops being fun. Tudunk így váltani az erőkben, és akkor gyorsabban intézzük. Mérészkodás bácsi pedig segít nekünk, tehát ezt úgy... úgy vegyétek, hogy Mérészkodás bácsi segít nekünk. De én tudok még durvább lenni emberválasztás szempontból. Ez a videó már legyen vicces szerintem. Hívjuk a télapót is. Tudom, hogy nincs karácsony, de hívom a télapót egyébként. Ez mutassa maga a játéknak azt a részét, amiről nagyon beszéltem, tehát hogy marhaság szinte. És ezért marhaság ez a játék egyébként. Fix ezért. Mit itt látok, az a baj, az etem nagyon fut le, én el is úzok kicsit.
Mert nagy az életem, mind a izé, és embereket azért kéne ölni. Legyen életem, aztán visszamegyek az aréna részre, mert... Lássátok, ugye hát tulajdonképpen üldöznek a zsaruk. Télapok persze segítenek számunkra, tehát ők... És mondani ilyen szöveget is, tehát... Épp így lássátok. Nem jó, mert itt hamar sebződök. Kérem még egy segítőtárs, mert itt így nem lesz jó. Ugye, hívjuk szerintem a télanyót. Ő segít számunkra ölni az ellenfelet. Ugye ez azért is van így kiakítva a játék, mert lehet kóppal is játszani, és akkor ugye... Nem tudom, hogy működik teljesen a kóprendszer, de mi lássátok... A mézeskalás így nincs, a télapó, a télanyó is velünk van, ők ugye velünk vannak egy csapatban. Nagyon fontos, hogy ugye velünk vannak egy csapatban. És hát ők segítenek számunkra. Most már kus legyen, mert... Támaszpontot kéne megszüntetni, és baj van a mézes kaláccsal, aki most túlélte a folyamatot valamiért. Aj, de sokan vagytok, ember. És még ott is! Még ott is jönnek, figyeljétek már meg! Ügyes vagy? Ügyes! Sérült meg! Mézes kalács! Mézes kalács! Csináld a dolgod, mézes kalács! Wow! Na jó emberek, ez itt mi zajlik itt, nem azért mondom. Meg fogok halni sajnos. Jó, visszamegyek a zónába. Élet! Aj, ne csináljátok már, jön ez a lény is. Na jó, jó. Mi jól lássátok, egyetünk ez a lény ez, amit mondtam nektek. Ez a lény úgy tudjuk megsemmisíteni, ugye a túlerő esetére mondanám nektek, hogy így leüssük járgányokkal, és átdobunk minden marasságot. És ilyenkor a társaik nem tudnak segíteni sokat, tehát ilyenkor ők igazából nem osznak, nem szoroznak.
De az autóforgalom tud segíteni. Ez nagyon fontos. Nem is sebzem a csábot, hogy... Ugye meg kell ezt, hogy semmi isteni ezt, mert ez... Sebződik legalább? Nem azért mondom. Sebződik ez a csávó legalább. Kell az életerőd, jó? Mert... Áh, menj a francba már! Igen, mi jól lássál, de nem olyan egyszerű ezek a misszió. Jól van, Kinzi, elég volt a dumából, jó? Miért nem tudom megsebezni ez a csávót? Kinzi? Jó, van egy autó. Köszönöm. Nem is sebzem a csávót. Ez még nehezebb ellenfél lesz, mint a másik volt. Rám fogja szállni az autót, ugye? Na, most be tudunk gatolni a lénybe. Végre. Azt hiszem az... Eskel. D. A. Now if only I could kill your smell. Wow, végre. És jól vagytok? Ú, igen. Mi jól láttátok, ilyen egy küldetés, és miért vagyok 4-es küldetési szintben még mindig? Mi az Isten van itt? Komolyan mondom, megint üldöznek a zsarúk. De őket megcsináltam! Jött, én megcsináltam! Ez olyan, mint egy vicc lenne őket, mert egyszer le tudtuk, nem? Ugye ez a támaszpontot fel kell szabadítani. Utás innen, jó? Jönnek a mikulásék maguktól is, ez a lényeg a játéknak. Na jó! Hova kéne mennünk? One of those rips in the simulation. I tagged one of those too. Move your ass. Ez zavartok. Gyere, a többiek majd jönnek maguktól, jó? Mert nem fogok foglalkozni velük. Ugye ezt a zonát eladjuk, akkor nem fognak üldözni. A Mikurás többiek nem jönnek kocsival, mert ők is kéne jöjjenek. Ott egy fegyverbolt. Azok lehagytak, úgy látom. Most akkor be tudom menni egy fegyverboltba. Vá, ott a mézeskás majd a rendőrautóban. Na jó. Gyerünk, fegyverboltozunk. Mert nincs
lőfegyverem a pályalmó. És itt tudok egyébként lőfegyvereket venni, mi jól lássátok. Tömögete a lennénk. De ezt a fegyvert jó lenne aztán, hogy kicsi szobokat tudjak lövöldözni. Mert ránkszor az oké. Okay. És például rámek el, és ezt fogom betenni egyébként. Meglássadom majd mit tud. Így néz ki, ez ilyen gépágyú, durva egyébként. És éppen nézzétek meg a Mikulás, hogy néz ki. Így van! A rendautóba mindenki szálljon be. Én nem azt mondtam, hogy lök szét az autót, jó? Szálljon be valaki a kocsiba, és menjünk, jó? És a megyezés a kocsiba van, fantasztikus egyébként. És ő lövöldöz, tehát végzi a dolgát, ami nem kéne szerintem. Éppen a maga játékban ezt egész jó résznek gondolom, amikor így lövöldöznek a társaink. Csomó mindenre, tehát nem csak egy részre. Nem tudom most, a jóra szállunk, vagy nem tudom én se. Hogy mi van. Valami hasonló lesz szerintem. Miért a saját mindig kilóg egyébként a képből. Ott jön a néni kalendautóval. Hát ez zseniális egyébként. Ez zseniális. Ez emberek. Zseniális. Ott egy plastikai műtétszet, ugye azt is, ott is tudjuk a közdénket úgymond egyénivé tenni. Egyébként ezeket most nem szeretném nagyon bemutatni nektek, mert hát maga a játék nem túl az abba, hogy képesek vagyunk nagyon elmélyíteni a dolgokat itt. Tehát úgy is kell mondjam nektek, hogy ruházba elviszettek el, mert az, azért az érdekes. Szerintem jó, jó látni. Jaj, ez tudom milyen mission lesz a francba. A többiek tudnak nem jönni. Na jó, ezt meg fogjuk csinálni, mert ez egész fontos mission lesz. Ezen, ami robogok ellen megyünk, vagy én nem tudom pontosan, mi lesz ebben a misszióban. Oh, tudom, ez még. Purple data is larger and therefore worth more to you. The more you collect, the stronger the rift will be. Watch out for the Zin's antivirus programs as they will be laying obstacles in your way, which will break the flow of your combined virus. Catching up to the Zin will destroy them and aid your virus, however. Good luck. Várjunk csak egy kis szünetre, elnézést, mert nem stimmel valami a töltődéssel. Na, meg is fogjuk nézni egyébként a folytatást. Én arra vagyok őszintén, hogy nem jön be semmi ízét, mert na, lássátok, hogy ez így néz ki. Mi kb. Futnunk kell. Egész végig, itt ugrunk, gyűjtjük a pontokat, és aztán meg kell legyen egy mennyiségű pontszám ahhoz, hogy tudjál tudjunk menni. Igazából teljesen mellék mission, és miért estem a francba, nem jó. Na mesélj be, nem ibáztatok nagyon. Aj, nem létezik, ibáztam. Pick yourself up and keep going. Tehát ilyen az egész. És így tudunk pontra gyűjteni. Ez egy mini játék. De nagyon izgalmas ilyen szinten. Meg kell ilyen a minimális pont, hogy sikeres legyen a mission.
Nem, kb. Újra kell kezdenünk, és lehet ez lesz ebből. Nem kizárt. Azt hiszem, á! Nem, nem esre be, mert ezzel veszítek időt. Nagyon gyors vagyunk, látjátok. És ilyen a játék, egyébként összejezzel ezek a mini falatokat, nagyon érdekesek, mert ugye ez odatartozik a ilyen mellékküldetésekhez, de nem viszi erről a történet vonat, ezt szeretném jelezni. Tehát itt igazából pénzt tudsz szerezni gyorsan, tehát randomizáltan gyorsan ahhoz képest. Igazából tök mindegy, mennyi pénz a játékban is nálad lassan, ugye. Egy idő után már ruhákat is meg tudod venni rendesen, tehát igazából nagyon nem fogsz pénzt költeni, csak max update-ekre. És össze lehet gyűjteni, az van. Én meg akarom csinálni ezt, tehát nagyon is. Legalább 600 legyen meg, mert ez fontos nekem. You will need better control than that. Finish hamarosan közelek. Meg lesz 600 emberek! Ha minden jó megy, meg lesz az 600. Ha minden jó megy. Ugye van különböző szintek, ezt kell tudni. Én most jelenleg valószínűleg a bronzot se tudom felesíteni. Megvan az első szint, legalább ezzel jól jártunk. Zseniális egyébként, zseniális volt ez a dolog itt. Tehát igen, mi lássátok, valószínűleg itt véget a missziónak, és ilyen nagyfő emberek jönnek létre, aki ebbe a zónába kerül. Vizet kell menni a jóra, vagy nem? Ahogy... Atya, hogy nézek ki. Ó, vissza kell menni a jóra a francba. Többiek nem jönnek. Én kapok valami esztrát Sandytól. Egyébként valószínű, ami kapunk szánt, igen. Ott már ugye védezzon, azt ki kéne bokkolni. És beszéljünk Sound-val.
and being stuck in the simulation kinda sucks. Quality of life could be a lot better if you could clean this place up a bit. Fair enough. Akkor kapunk egy új erőt. Jól látom. F3. Figyelj. Itt aztán valamit itt tudunk fejleszni. Most sok, elég sok pénzünk lett. Mondjuk ezt így. Tudunk így fejleszketni a logainkon is. Activate az teljesen fel van. Kostüm item, hogy az mi megvan. Kombo az mind. Ugye almokat nem szeretném teljesen felfejleszteni. Max a Powernél kéne a gyors super fastot. Egész soba kerül, de... Na jó, az fel van veszve. Egy küldetést teljesítettünk is. Te sold! Most inkább ilyen zipert fogunk felszabadítani. Egyébként, amit jól láttatok, ugye ez a vajunk, amit át igazából itt vagyunk. Mindig a játék során. És hát ami érdekes, hogy nagyon is a max effect a jóira. Mi van egy ilyen fülke, tudunk így beszélgetni, hogy az emberekkel. És a nagyon jó kezünk ő nem engedi. Tudunk románcot is indítani, ezt is nem tudom nektek. Például azt hiszem, ő jó lesz a célaimra. Being a hell of a ride, hasn't it? That is an understatement. You've changed so much. We both have. Yeah, I guess so. Hey, whatever happened with that guy who won your dating show? Puerto Rican Thunder God? He was sweet and all, but performance didn't live up to the name. Look, I gotta tell you something. It always drove me crazy that you had exes in every city and were willing to go on a dating show, but not once did you ever give me a shot. You never asked for one. I'm asking now. Then let's make up for lost time. Pontosan ilyeneket láttok, tehát nem részletes, tehát nem kell ebből bevallani, nem lesz semmi jelenetünk. Másodszor nem mehetünk, de bárkihez hozzá mehetünk, és megcsináljuk ugyanezt. És ezt be is adom nektek, hogy ígyétek, hogy ez így létszik a játékban, nem én találom ki. Például most szerintem lemegyek, Kinzihez, vagy én nem is tudom kihez menjünk. Szerintem nem egy ember van, csak. Ez is nagyon fontos, hogy nem egy ember él a jónkon. Ó, például ott van ő. Oh, I look forward to a vacation after all this is over. Azt mondom, beszélet nyomtam meg. Maybe. Jó, adja békén. Azt akkor megnézni, nézzétek meg. Asha, I respect you too much to bullshit you. You don't respect me. No, that's true. What do you want? I'm looking for rough sex and Kinsey scares the shit out of me. I stay on top and you don't get to talk. Deal. Ez ennyi volt. Ugye itt is egy missionbe tudjuk őket felvenni a jónkra, és ők így csatlakoznak a csapatunkhoz. És hát képezik így a legénységünket. Igazából jó, nem csinálunk semmi különlegest. Ugye néha vezessük igazság szerint, és hát vannak ilyen típusú részek is. Na jó, menjünk vissza egy zippet, és akkor menjünk erről a üzletbe. Most, ha jól látom, bárhova leteltem magamat, tegyük ide a biztonság környékre. These men are all up in my neighborhood. Can you take them out? Segítek, Sunny, ne félj, segítek, jó? Hey, at least it's a ride. Nem tudom, hogy most hogy lesz a segítségnyújtás neked. Attól függ, mióta megy ez a videó szerintem. Azóta eldőm.
Na, vissza is jöttem, ugye kicsit leütöttem az utat nektek. Úgy jók fel, ezt nem tudom, hogy nektek hogyan fogok még egy zippet el. Ugye ez is egy mission rész, ugye. Most látom egy oszlopot. De ezt meg fogjuk csinálni, attól függ milyen küldetés. Jó. A gyorsatásra bármikor jöjjünk, gyorsabb, mint egy autóval szinte, ezt jól lássátok. Ó, azért azt össze kéne gyűjteni, mert értik a zsók vannak ízekbe is. Itt bunyós rész van, oda nem kéne. Itt mi van mentőben? Ó, itt van valami mission. Itt most nem baj. Nem vállalnék el. Kis feladat. Gyorsan, fussál! Fussál! Én autó se kell lassan nekünk, emberek, mert olyan szinten vagyunk. Van új erőnk? Azt hiszem nincs. Tudjuk az önkedéssel eszélye egyébként, amit most úgy vagyok vele, hogy menjünk oda. Azt hiszem, hogy bunyós rész lesz ez is, tehát azok segítséget magammal nem baj. Pont ott fent vannak a csávóim. Ívjunk segítséget, ugyanúgy, úgy, mint múltkor. Tehát tudom, most nem a karács fogom ívni. Ez a futós randit fogom ívni. És most legyünk egy kicsit üljek magamhoz, nem csak futus Sándit, hanem ívom a Ippi Sándit. Ők ketten fognak nekem most segíteni, tehát úgy az a személy, és ívjam Sándit, ő is jó lenne. Úgy az a személyt hívtam három variásba egyébként. Nézzétek meg, ők árman ugyanazok. Az egyik Future, a másik a Odd verzió. Tehát így érdemes lesz küzdeni velük. És segítettek is a küzdésünkbe. Segítsetek! Ha lehetne. With those fireworks, that was crazy, and those fuzzy handcuffs. I never thought he was gonna get him off that sailor. I know! Man, those were good times! Wow, ez mi az Isten volt? Ezt se tudom, hogy odáig, mert... Jó, megvan, megvan a zóna. Akkor... elintézzük még őket. Most nézem meg is a kódot, ha nem baj, nem bánnátok. Godi. Tökéletes, ugye? Elmentek a zsarúgyon. Nice job cleaning up the place. I really appreciate it. Itt vagy. No saint will escape. Na,
Na, most vissza is jöttem emiattően. Most mit? Fagy le! Ne csináld! Jó! Ne kérdezzétek meg, mit csinálnak a többiek. Tehát... Álljunk meg és nézzük, hogy mit csinálnak. Menj bele a gold. I know, man, those were good times. Jó, adjátok abba a vérfürdőzés, jó? Elmünk egy rohadt üzletbe, nézzétek meg, hogy milyen a öltözködés a játékban. Miért szaggat a játék? Ne szaggassá játék! Jó, itt valamit meg kell oldjak ember. Na, itt is vagyunk egy érdekes helyen, ugye ez a ruházatási lehetőségek. És úgy mondtam, ide is elvég, hogy mutassam meg nektek a ruhaszetteket, hogy mit tudok még a játékban viselni. Egyébként nekem nem minden van meg, de nagyon sok ruhaszett megvan. És most mi történt? Jó. Tehát, mint jól lássátok, itt nagyon sok ruhaszettbe lehet választani, hogy van felső, alsó. Mivel ez egy videó lesz, YouTube, ezért ezt nem fogjuk. Ezért inkább ezt fogom nektek bemutatni. Igen, tehát itt tudok ruhákat tenni, például én testből, ezt a Jackie megvetszett nekem például, és ezt megveszem magamnak. Van ugye a Jackie, ugye ezt meg tudjuk venni a karakterre, meg tudjuk a szint is variálni neki, de éppen van ennél jobbra is, ezt fogjátok majd látni később. De... nem is. Nem ezek a ruhadobok. Tehát itt vannak ruhadobok, de vannak a sajátom is, ami egyébként tartalmas csomó ruhát. Nagyon fontos, nagyon sok ruhát tartalmaz. Tehát itt tudjuk menni, tehát itt lássasátok, hogy azért a játékba nagyon el lehet menni más ötözékek fele is. Ugye ezek azok, amik ugye megvannak nekem, például van ilyen ufós is. Na ez a, aztán tényleg durva, tehát vannak itt ilyen ötözkék is. Amazon is van ez is. Ami ez egész hihetetlen egyébként. Van ez a prezidentes. Ugye ez a technos, ez ilyen modern cucc. Golfos, van ez a pizzafutár, vagy nem tudom, igen, pizzafutár gépfegyverre címen. Van ez a gangster is van, na ez aztán tényleg vicc. Van még egyszerűbbek, ugye több gósról van ez is. Szerintem kérdezzétek, hogy miért van ez itt. Vannak még ilyenek. Mit mondják nektek? Nagyon sok van belőlük. Itt ez a katona cucc. Tudunk ilyet is akarat eladni. Van a Madame President. Van ez a... szóval de ez a Super Rush-ról is van. Több színben nekem. Ez a legjobb egyébként, ez a zöld átteres vagány ember. Ez filmetlen aztán a ilyen ruhákat. Na te ez tényleg fura. És itt is vannak ruhák, ugye ez ilyen, hát... aztán ez is érdekes, ez egy dzsungeles. És aztán itt ez a, hát... ez a ruha is, ez is ilyen érdekességek egyébként, na aztán ez is.
Az apró, itt van, aztán itt ez a nagyon édes. Ezekbe lehet írtani az ellenséget egyébként. Aztán előre, ez egy misszióhoz köthető ruha egyébként, ezt kell tudjátok. Misszióhoz köthető ruha volt, ez is hihetetlen egyébként. Máig látom, itt az a Terminátoros. Tudom, szuperős. Szuperős, hát ez a... Ez milyen ruha te, ez nem is láttam. Ez miből kaptam? Na aztán ez a legviccesebb emberek. Tehát ilyen is van, egy WC vagyunk, ez nem is mondom nektek, ez végig is ezt kell lássátok szerintem. Hogy nézzünk így, mert ez a mi érdekes ruha egyébként. Ez nagyon, tehát ezzel búcsúznék szerintem, ez elég, tehát szerintem ez mindent nem a játékról, tehát egy vétel fog lövöldözni most, nézzétek meg. Tudja az erőnket is használni, ugye. Egy ilyen vétel vagyunk és beszélünk. De így nem akarok egyébként játszani ezt. Beszélő vécére ne viccelődjetek, jó? Tudunk autót vezetni? Véceként. Hol az ember? Hát sehol. Ott van bent a véce. Tehát zseniális egyébként. Tehát ez... Ez a skin a legdurvább. Tehát ez a legvicces. A többit is láthatok, hogy kevés milyenek. Tehát ez... Értetlen egyébként. Na mindegy. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, mert nagyon érdekes volt nekem is, ez az a nektek, beszéltem egy kicsit a játékról, és majd hát még lesz egy videó, ami egy kicsit sztorisabb lesz, tehát akkor sztorit fogunk vinni, tehát nem fog kibemenni a skinekbe, a logbó, ugye addig lehet lesz egy kis változás is, tehát úgy gondolom, hogy remélem ezt fel YouTube-ra, és majd jövök hamarosan majd más videóval, úgy gondolom, hogy ez érdemes ott fontosan nektek szeretett így is, hogy ez egy GTA, amelyik nagyon őrültség, tehát nem is kell érdemekes csak a sztoriban nagyon, tehát se a jelenségben, semmiben elég ez az utolsó gondolatok. Na mindegy, most találkozunk majd más videóval, akkor sziasztok!